Bár a koronavírus járvány harmadik hulláma lassan véget ér, ennek a vidéki kórháznak az ablakaiban még mindig látszódnak a nyomai. Az egészségügyet extrém módon próbára tevő másfél év után nagy átalakítás várhat a kórházakra. A kisebb vidéki kórházaknak például a járóbeteg ellátásra és az egynapos beavatkozásokra kellene berendezkedniük. A nagyobb műtéteket és az ügyeleteket pedig átvennék tőlük a megyei kórházak. Többek között ez a terv is szerepel abban az RTL híradó birtokába jutott a fekvőbeteg ellátás rendszerének átalakításáról szóló dokumentumban, amelyet az Országos Kórházi Főigazgatóság készített pár nappal ezelőtt. Az egészségügy átalakításának szükségességéről már tavaly is beszélt a kormány. Nem félünk attól, hogy megnézzük azt, hogy van-e olyan hely, ahol indokolt az aktív ágyakból rehabilitációs ágyakat alakítani, akár még úgy is, hogy visszaalakítható legyen, vagy egy járvány esetén ezek legyenek azok az ágyak, amiket azonnal hadrendbe lehet állítani. A most készült dokumentum szerint közel 2500 ilyen ágyat találtak a rendszerben. 6 kórházban csak krónikus ellátás maradna, további egy helyen ezt is megszüntetnék, illetve átadnák a szociális intézményeknek. 13 kisebb kórházban pedig megszűnnének, vagy átalakulnának a műtétes ellátások, de még a megyei kórházakban sem tudnának minden beteget ellátni, mert a speciális tudást vagy orvosi felszerelést igénylő beavatkozásokat csak térségi központokban, jellemzően az egyetemeken vagy a centrumkórházakban végeznék el. Kunec Zsombor egészségügyi szakértő szerint annak idején a Gyurcsány kormány egészségügyi minisztere is ezt tervezte. Az teljesen rendben van, hogy ők nagy centrumkórházakra gondolnak, illetve megyei kórházakban. Ezt Molnár Lajos is ugyanígy gondolta, tehát gyakorlatilag ebben az ötletelésben semmi újdonság nincsen. Külön szól a dokumentum a szülészetekről. Azt írják, hogy a kormány családközpontú szemlélete miatt elvárás, hogy a városi kórházakban is legyen szülészet, de kevés az orvos, ezért itt is szükség van központosításra. Ezért a kisebb kórházakban csak nappal lehetne szülni. Ügyeleti időben a nagyobb vagy megyei kórházakba kellene menniük a kismamáknak. Azt is írják, hogy ilyenkor születési helyként az anyalak címét vennék figyelembe anyakönyvezéskor. A kormányt hiába kérdeztük, hogy támogatnák-e ezeket a terveket, nem válaszoltak. Az Országos Kórházi Főigazgatóság azt írja, hogy ez egy munkaanyag, a benne szereplő adatokról még nem született döntés. Alapelvük, hogy intézményt nem szüntetnek meg, de emelni akarják a betegellátás minőségét.